Válságban az ágazat néhány év alatt 10 000-ről 1600 hektárra csökkent a burgonya termőterületek nagysága Szabolcs-Szatmár-Berekben. Régi új pompájában, központi forrásból és Európai Uniós támogatással újul meg a Kállai család kúriája Kállósemjénben. Nagyszabású beruházás, várhatóan decemberben nyitják meg az evangélikus egyház óvodáját Nyíregyházán, az intézmény 70 gyereknek biztosít majd férőhelyet. Néhány év alatt 10 000-ről 1600 hektárra csökkent a burgonya termőterületek nagysága Szabolcs-Szatmár-Berekben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez leginkább az uniós piac alacsony árai miatt következhetett be. A magyar termelők ugyanis nem tudják felvenni a versenyt az olcsó, bár minőségben gyér észak-európai burgonyával. Az ágazat jelenlegi helyzetéről, a kitörés lehetőségeiről is szóltak a 20. országos és nemzetközi burgonya tanácskozáson Nyírtelek Gyula tanyán. Az is a krumpli pürének. Házi asszonyokat is vártak Gyula tanyára, a burgonya vásárlásnál sem árt ugyanis a tudatos választás. Nem mindegy például, hogy pürébe vagy salátába kerül a krumpli. A gazdáknak már az a legfontosabb, hogy a jó minőség mellett ne legyen veszteséges a termelés. A 20. országos és nemzetközi burgonya tanácskozáson több fajtát is bemutattak az érdeklődőknek. Élénk az érdeklődés a burgonya felé, illetve azt kell mondanom, hogy az elmúlt években az volt, sajnos a tavalyi év az nagyon-nagyon minuszosan zárták a burgonya termesztők, és nagyon sokan sajnos abba hagyták, nagy termelők is, tehát nagy területekről van szó. Sajnos ugye a kintről behozott burgonya a magyar burgonyát háttérbe szorítja, és ennek a rendezvények elsődleges célja az lenne, hogy a magyar burgonya, tehát ami magyar földben lévő burgonya, azokat vásároljuk, tehát ami itt Magyarországon termel, ezt győzném hangsúlyozni, ez volna a legfontosabb. Az őszi burgonya kilóját 30 forint körül árulják a boltokban. Ez a magyar termelőknek csak az önköltségét fedezi. Az észak-európai termelőknél ezzel szemben kilónként 8-10 forint az előállítási ár, így a szállítási költséggel együtt is van hasznuk. Szakemberek szerint az őszi időszakban kilónként 40-50 forintos áron lenne versenyképes a magyar burgonya. A korai nyári értékesítésű fajták azonban megtérülnének. Vannak versenyképes fajták, amelyek koraiak, leromlásnak ellenállók, és ezekkel tudunk versenyezni, ezek kis vízigényűek, rövid tenyészidejűek, és nyáron, júliusban már piacra dobhatók, ezzel tud a termelő versenyezni. Valószínű az őszi felszedésű, téli tárolású burgonyába további piacokat fogunk veszteni, tehát erre kell felkészülni. Vahal Kálmán a megyei földművelésügy igazgatója elmondta, az alma után a burgonya volt Szabolcs-Szatmár-Berekben a második legfontosabb növény. Az itteni humuszos homok ugyanis kedvez a termesztésnek. A szakember szerint a külföldi termék kifejezetten rossz minőségű, mégis importra szorulunk. Az árral viszont kormányzati segítség nélkül nem lehet felvenni a versenyt. Mivel hogy ez egy tájjellegű fajta, ez a burgonya nálunk, kifejezetten tájjellegű fajta, a kormánynak nyilván az Európai Unió hozzájárulásával valamilyen többlet forráshoz kellene juttatni a gazdákat, ahhoz, hogy versenyképes legyen árban. Minőségben totálisan versenyképesek vagyunk, tehát a legjobb burgonyát szerintem országos szinten is mi tudjuk termelni, de az árban viszont elég gyengék vagyunk, mert fajlagosan is nagyon magas a burgonya termesztés költsége, tehát ez nem olyan egyszerű, mint egy mondjuk egy kukoricáé. A rendszerváltás óta 10 000-ről 1600 hektárra csökkent a burgonya termőterületek nagysága Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ez a mennyiség még a megye lakosságának ellátására sem elég. Központi forrásból és Európai Uniós támogatással újul meg a Kállai család kúriája Kállósemjénben, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Simon Miklós országgyűlési képviselő és Belica László a település polgármestere tartott Nyíregyházán. A 2014-re elkészülő beruházás során eredeti állapotába állítják vissza a kúriát, valamint az épületet övező parkot. In asperis et prosperis, jó és bal sorsban egyaránt. Ez a gondolat a Kállai család jelmondata évszázadok óta, és ezt választotta a Kállai kúria turisztikai fejlesztését célzó projekt mottójául is a település önkormányzata, mondta el Berica László, a település polgármestere.
A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság döntése alapján 34 új kiemelt turisztikai beruházás kap támogatást, köztük van a Kálóseményi projekt is, jelentette be Simon Miklós, országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón. Kálai család emlékének állítunk ezzel lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy Kálósemény illeszkedik Máriapócs és Nyírbátor turisztikai vonzerejéhez. Ezen két település élen jár a turisták vonzásában. Kálósemény így csatlakozik hozzá. A várhatóan 2013 tavaszán induló beruházással a kálóseményiek régi álma válhat valóra. A műemlék kúriát, amely évtizedeken át kollégiumként működött, eredeti állapotába állítják vissza, csak úgy, mint a mellette lévő, jelenleg magtárként használt Falkenstein kastélyt. Kálósemény önkormányzatának nagyon fontos ez a projekt, hiszen több mint 20 éve vár arra, hogy a kastélyban ismételten élet kerüljön. Kálóseménynek ez egy arcot ad. Az én véleményem az, hogy Kálóseménynek eddig nem volt markáns arca. Ezek után lesz. Fontos kiemelni azt, hogy munkahelyek jönnek létre közvetlenül, illetve közvetve is. Fontos kiemelni azt, hogy az építőipar tekintetében ez egy fellendülés hozhat a környéken, a térségben. Fontos kiemelni azt, hogy élet jön a településre, hiszen több turista fog megjelenni ezt követően a településen. A 780 millió forintos beruházás során a kúria épületében a 20-as-30-as évek hangulatát idéző szalont, kávézót és rendezvénytermet alakítanak ki. Lesz korhű játszóház, a sétányon elhelyezik majd a kálai család híres tagjainak szobrát, és történeti emlékhelyet is létrehoznak. A felújítás befejeztével 2014-re a Kálóseményen belátogatók valódi időutazásban vehetnek majd részt. Várhatóan decemberben nyitják meg az evangélikus egyház óvodáját Nyíregyházán, a Szent István utcán. Az intézményt az egykori Luther Márton kollégium helyén alakítják ki 150 millió forintból pályázati forrás bevonásával. Az új óvoda 70 gyereknek biztosít majd férőhelyet. Zajlik az építkezés a Szent István utcán. A magyarországi evangélikus egyház óvodát építít, több mint egy évtizede tervezik az intézmény létrehozását. Ezek a képek tavaly készültek az egykori Luther Márton kollégiumban. Évek óta üresen állt már az épület, az állapot annyira leromlott, hogy már nem volt érdemes felújítani. Helyére egy új, 700 négyzetméteres, egyszintes óvodát építettek, ahová három csoport 70 gyermeke járhat majd. A munkálatok a tervezetnél 3 hónappal később kezdődtek el, de várhatóan a nyár végére befejeződnek. Az óvoda decemberben nyitja meg a kapuit, a beruházás költsége eléri a 150 millió forintot. Ezt egy EAOP, tehát Észak-Alföldi Operációs Program keretében meghirdetett pályázaton sikerült erre a célra közel 100 millió forintot nyerni. Ehhez pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház, az Egyház Község és az Országos Egyház még 50 milliót kellett hozzátegyen, hogy ez megvalósulhasson ez az épület. Az egyházközség óvodájába nem csak evangélikus vallású gyermekek járnak majd, de a hitoktatást már ebben a korban elkezdik. Óvodát egyébként most is üzemeltet az egyház, jelenleg egy csoporttal a Luther térlét gyülekezeti házban működik az intézmény. Ingyenes anyajegy szűréssel várták a látogatókat pénteken a Sóstói Park fürdő területén. A testen lévő anyajegyeket, pigmentfoltokat két fürdőzés között bárki megvizsgáltathatta. A napsugárzási energiájának megnövekedése, illetve a napozási szokások megváltozása miatt jelentősen megszaporodott az elmúlt években azoknak a betegeknek a száma, akik a bőr rosszindulatú elváltozásaiban szenvednek. Anyajegyekre mindenképpen 50+-os, hogy rá kell negetni, tehát mondta felöltöztetni. Én a nyár elején az 50+-os szoktam javasolni, és utána a 30-as, esetleg 20-as. A napon történő nem megfelelő viselkedést tartják a szakemberek a melanóma, azaz a pigmentet termelő sejtekből kiinduló rosszindulatú daganat egyik kiváltó okának. Az utóbbi évtizedekben a barna bőrt azonosították a szépséggel és az egészséggel, pedig a bőrszínének megváltozása nem más, mint a szervezet védelmi reakciója a nap káros sugarai ellen. A természetes fényen kívül a mesterséges barnulás is kárt okoz a bőr szerkezetében. Napon tartózkodáskor éppen ezért szükséges a megfelelő fényvédelem, illetve az anyajegyek külön takarása. És
Sajnos a napozási szokásaink olyan mértékben megváltoztak, hogy a 50 évvel ezelőttihez képest, ma már, amikor alig érte fény az emberek testét, ma már a gyerekkortól sajnos ki vannak az UV-ártalomnak téve az emberek, és hát főleg a gyerekkori napégések a késői melanómák szempontjából nagyon fontosak és nagyon veszélyesek. Rendszeres önvizsgálattal és szakember által végzett szűréssel a probléma megelőzhető. A Sóstói Parkfürdőben éppen ezért lehetőségük nyílt a fürdőzőknek arra, hogy a szórakozás mellett egészségükre is fordítsanak néhány percet. Nagyon jó, mert soknak nincs ideje, hogy bemenjen egy intézménybe, hogy megvizsgálni, de hát a napra ilyen medencék mellé nagyon sokan kijönnek, és jó az ilyen felvilágosítása. Nagyon-nagyon jó ötletnek tartom. Az ingyenes anyajegy szűréssel a szervezők célja az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét a bőrbetegségekre, azok megelőzésére és gyógyíthatóságára. Orvosi vizsgálaton estek át a pár duc bébik a Nyíregyházi állatparkban. A kicsinyeket hamarosan láthatják, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. 50 féle európai és hazai sör különlegesség és egésznapos szórakoztató programok várják a látogatókat a Sóstós Serfeszten. A sörfesztivál augusztus 17-től 20-áig tart. Hazatértek a nyíregyházi olimpikonok. Hellebrand Máté és Rakoncai Beáta jól szerepelt a játékokon, előbbi egyéni csúcsot javított, utóbbi pedig a legjobb magyar lett versenyszámában. Orvosi vizsgálaton estek át a párduc bébik a Nyíregyházi állatparkban. A két perzsa párduc két hónappal ezelőtt jött a világra. A kicsinyeket ma megvizsgálták, azonosítóval látták el, és megkapták a nagymacskáknak járó oltást is. Két gondozó valószínűleg úgy fogja fogni az állatot, hogy egyik elől a első lábánál, a másik hátul a hátsó lábánál. Tartani fogják szerintem a levegőben, mert már nem szívesen feszült le a padra. Farid és Navid orvosi vizsgálatára készülnek a Nyíregyházi állatparkban. Nem lesz könnyű, két gondozó is kell hozzá, mert a párduc bébiket veszélyes megfogni. Két hónapja született a két perzsa párduc Sóstón, akik gondozóiktól perzsa nevet kaptak. A világ állatkertjeiben mindössze 150 perzsa leopárd él. A sóstói kert 2009-ben csatlakozott a faj tenyész programjához. A német származású papa és az angol mama Frigyéből születtek a kiskölykök. A kisállatok ma orvosi vizsgálaton estek át, megkapták a nagymacskáknak járó oltást, egyedi azonosítóval látták el őket, és féregtelenítő pasztát kaptak. A kis párducok nehezen tűrték a beavatkozást, ez a kis méregzsák ráharapott a fecskendőre, és alig engedte, hogy kivegyék a szájából. A két hónapos nagymacskák szépen fejlődnek, de fiatal koruk ellenére már nagyon agresszívek. Ők a természetben is vagy elbújnak, vagy ha sarokba szorítják őket, akkor nagyon agresszíven támadnak. Úgy tűnik, hogy nálunk is ezt a viselkedést őrzik. Ez a kifutó, ahol vannak, kifejezetten egy békés, elrejtett kifutónak tekinthető. Nagyon jól megszokták ezt a közeget, de a gondozók közelségét igazából nem fogadják el. És a kicsik is már kölyökkoruktól azt látják, hogy ha bejön a gondozó, akkor azt támadni kell. A perzsa párduc a leopárd legnagyobb termetű és legritkább alfaja. Természetben élő állománya veszélyeztetett, mert a becslések szerint szabadon mindössze 1000-1200 egyed él. 50 féle európai és hazai sörkülönlegesség és egésznapos szórakoztató programok várják a látogatókat a Sóstós Serfeszten Nyíregyházán. A második alkalommal megrendezett sörfesztiválon augusztus 17-től 20-áig lesz strandfoci, fekvenyomó és paintball bajnokság. Megrendezik az Alpok Adria szépségverseny döntőjét, a gyerekeknek népi játszóteret alakítanak ki, a felnőtteket pedig esténként koncertek szórakoztatják. Egyebek mellett fellép a Beatrice, a Back to Black és Charlie. Parti strandá alakul a parkfürdő augusztus 17-től 20-áig, hiszen már második alkalommal rendeznek sörfesztivált. A Sóstó Serfeszt főszereplője természetesen a folyékony kenyér, amelyből legalább 50 félét kóstolhatnak a látogatók. Minden sörfőző európai nemzet italait, illetve a legjobb magyar kézműves söröket kínálják a sörsátorban. Mielőtt pedig legurítanak néhány korsót, a sportosabbak erőemelésben, fekvenyomásban, paintballban és strandfociban mérhetik össze erejüket. De lesz triál bemutató, kamionhúzás és a férfias programok sorában a KGST parti veterán autó csodái is bemutatkoznak.
Berendeznek a strandon egy népi játszóteret, ahol már elfelejtett játékokkal ismerkedhetnek a legkisebbek, sőt néhány cirkuszi mutatványt is megtanulhatnak. Napközben tehát elsősorban a családoknak igyekeznek szórakoztató programokat biztosítani. Este 6 órától pedig koncertek várják a látogatókat, melyekre egy koncertjegy töredékért lehet belépőt vásárolni. Néhány program a 4 napos rendezvényről. Augusztus 17-én pénteken Lár András stand-up show-jával kezdődik a Sörfesztivál, este pedig a Beatrice lép fel. Szombaton a Back to Black koncertezik, vasárnap rendezik meg az Alpok Adria szépségverseny döntőjét, augusztus 20-án pedig Charlie koncertjével zárul a program. A szabadtéri paintball és fekvenyomó bajnokságra egyébként még várja a jelentkezéseket a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Hazatértek Londonból a nyíregyházi olimpikonok. Hellebrand Máté és Rakoncai Beáta jól szerepelt a játékokon, előbbi egyéni csúcsot javított, utóbbi pedig a legjobb magyar lett versenyszámában. Rakoncai Beátát munkahelyén a megyei rendőrfőkapitányságon ma köszöntötték. Hellebrand Máté a 20 kilométeres gyaloglásban több mint fél percet javítva egyéni csúcsán a 32. helyen ért célba. A női maratonfutásban Rakoncai Beáta közel 40 versenyzőt, köztük a két másik magyart is megelőzve a 85. lett. A nyíregyházi hosszú távfutó a megyei rendőrfőkapitányság dolgozója, és munka mellett készült fel az olimpiára. Munkahelyén ma köszöntötték a sportolót, és az atlétai rövid élménybeszámolót is tartott. Jó volt, így utólag is visszagondolva, mindazok ellenére nyilván, hogy hosszú és bő 2,5 óráról van szó, de jó érzéssel gondolok vissza. Hál' Istennek sikerült azt véghez vinni, amit elterveztünk, hogy beosztom az erőmet, és az elején azért óvatosabb kezdéssel, de előrébb végezve, és hál' Istennek ez sikerült is. Rakoncai Beátának ez már a 3. olimpiája volt, melyen részt vett. Az elmúlt szezonban több rangos nemzetközi maratonon is rajthoz állt, ahol számos jó helyezést ért el. A nyíregyházi futónő most néhány napot pihen, de a tervek szerint ősztől ismét indul versenyeken. 102 csapat részvételével egy hét múlva rajtol a Városi Kispályás labdarúgó bajnokság. A sorozat új névszponzort kapott, erről ma írtak alá szerződést. Az ország második legnépesebb kispályás bajnoksága augusztus 13-án rajtol a Városi Stadionban. A ma kötött megállapodásnak köszönhetően a következő szezonban a Szizó Sportbolt nevét viseli a sorozat. Más városokban is van üzletünk, Romániában, Szatmárnémetében, Mátészalkán, és ez lesz a 3., és a másik két helyen is ugyanígy gondolkodunk, Mátészalkán is mecénásként támogatjuk a Városi Kispályás bajnokságot, Szatmárnémetében is, úgyhogy ez így jól illeszkedik a sorba. A következő bajnokságban 9 új csapat indul, 6-an viszont nem állnak rajthoz, köztük a korábbi többszörös bajnok Brazil SC sem. Az együtteseket 8 csoportba osztották, és a bajnokság folyamán összesen 1226 mérkőzést rendeznek majd. A nyírsuli vezetése örül annak, hogy új támogató is segíti a lebonyolítást. Magyarország második vagy harmadik legnagyobb kispályás bajnokságáról beszélünk. A nevezett csapatok száma az több mint 100. Ez azt jelenti, hogy olyan komoly számban vonulnak fel a csapatok és játékosok, bírók például, ami azért én bízom abban, hogy a támogatónak, tehát a mecénásnak is azért majd lesz ebből hozadék. De a lényeg az inkább, hogy az a legfontosabb, hogy most már olyan rangú és olyan minőségű ez a kispályás labdarúgó torna, hogy itt lehetünk egy olyan átadón, amikor ez azt mutatja, hogy másnak is fontos, mások is felfigyelnek rá, nem csak mi, meg nem csak azok, akik ebben benne élnek, hanem most már a környezet számára is ez egy kiemelt program és programsorozat. Idén is egyébként ugye sok mindennel bővül, és olyan infrastruktúrális változások is lesznek, amit érdemes lesz majd a nézőközönségnek is megfigyelnie. A bajnokságba egyre több környékbeli település is bekapcsolódik, így többek között Nagykáló, Nyírtelek, Újfehértó és Gávavencsellő is csapatot indít. Az őszi idényt követően ismét megrendezik a téli terembajnokságot is, melyen 60 együttes indul majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Néhány év alatt 10 000-ről 1600 hektárra csökkent a burgonya termőterületek nagysága megyénkben. Ez leginkább az uniós piac alacsony árai miatt következhetett be. A magyar termelők ugyanis nem tudják felvenni a versenyt az olcsó, de minőségben gyér észak-európai burgonyával.
Központi forrásból és Európai Uniós támogatással újul meg a Kállai család kúriája Kállóseményben. A 2014-re elkészülő beruházás során eredeti állapotába állítják vissza a kúriát, valamint az épületet övező parkot. Várhatóan decemberben nyitják meg az evangélikus egyház óvodáját Nyíregyházán, a Szent István utcán. Az intézményt az egykori Luther Márton kollégium helyén alakítják ki 150 millió forintból, pályázati forrás bevonásával. Az új óvoda 70 gyereknek biztosít majd férőhelyet. Ezek voltak a Kölcsei Televízió legfontosabb hírei, amelyeket megtekinthetnek az interneten is, weboldalunkon. Szombaton este 7-kor heti hír összefoglalóval, a krónikával várja önöket a képernyők elé Nagy Ági. A legfrissebb eseményekről pedig hétfőn este 7-kor ugyanitt a híradóban számolunk be önöknek. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon kellemes a hétvégéjük, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! A Lőrinc vértanú napján szép az idő, jó lesz a bor és szép az ősz. A népi megfigyelés a mai napra érvényes, ami szerencsés, hiszen holnap már nagy részt felhős időre számíthatunk. Napközben sok lesz a felhő felettünk, csak rövid időszakokra süthet ki a nap, több órára inkább csak a déli megyékben. Az északi ország részben több felé számíthatunk kisebb eső, zápor, egy-két helyen zivatar kialakulására. Tovább gyengül a nappali felmelegedés, a hőmérséklet csúcsértéke a legtöbb helyen mindössze 19 és 24 fok között alakul. Megyénkben éjjel kevés lesz a felhő felettünk, melyből csapadékra nem kell számítani. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Napközben eleinte még napsütésre is számítani lehet, majd erősen megnövekszik a felhőzet, és eső zápor egyaránt várható. Egy-egy zivatar is kialakulhat. Többször megélénkül időnként meg is erősödik az északias szél, délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Határaink közelében éjszaka általában 12 fokot mérhetnek, ekkor még csapadékra nem kell számítani, nappal már eső, zápor is kialakulhat, és a hőmérséklet is csak 20 fok közelében marad. Vasárnap még az átlagosnál hűvösebb, szelesebb időre számíthatunk esővel, zápor esővel. A jövő hét elejétől azonban sok napsütésre, száraz időre van kilátás, napról napra emelkedő csúcshőmérséklettel, ami a hét második felére a 30 fokot is eléri. Köszönöm figyelmüket, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra! Derűs napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet. Itthon vagyunk, értéket teremtünk. Bútorozzunk össze!